következnek a fénytörés jelenségei és törvényei. A fénytörés az a folyamat, amikor a fény egy közegből egy másik közeg határára érkezik. A két közeg különböző sűrűségű lehet, fénytörésről beszélni ritkábbról sűrűbb közeg felé haladva, és fordítva. A két közegnek a sűrűsége meghatároz egy viszonyszámot, amit törésmutatónak nevezünk. Ez a törésmutató fogja eldönteni azt, hogy a fény az új közeg határára érve a beesési merőlegeshez képest merre fog megtörni. Nézzük meg a jelenségeket, a fénytörési jelenségeket először ritkább közegből, tehát levegőből, vízbe haladva, ez a egy pohár víz vizsgálata fog történni, az első három kép, illetve részlet erről fog szólni. Utána pedig részletesen megnézzük a közeghatáron történő viselkedését a fénynek, illetve az emberi szem, illetve az emberi agy csalódás, iránycsalódását fogjuk megnézni, és a teljes fény visszaverődést fogjuk megvizsgálni, hogy mit jelent ez, és milyen szabályai vannak. Továbbra is a fénytörés jelenségeivel foglalkozunk. Vizsgálódásunk tárgya a víz, illetve a prizma. A prizma, amely egy különleges eszköz, képes a fehér fényt, a napfényét felbontani összetevőire, így kapjuk a szivárvány színű spektrumot. Ugyanez a szivárvány színű spektrum jelenik meg akkor is, amikor a nap rásüt az esőcseppekre, ekkor keletkezik a szivárvány. Vizsgáljuk meg tehát a színrebontást majd a prizma segítségével. Oktatási anyagunkban elérkeztünk a fénytani eszközök alapvető alkotó elemeihez, a lencsékhez. Lencsék nélkül nem lennének sem fényképezőgépek, sem mikroszkópok, sem távcsövek,
mindegyikben lencsék találhatók, amelyek a fényt továbbítják. A lencsék alapfogalmai közé tartoznak a következők: görbületi középpont, görbületi sugár, optikai főtengely, fókuszpontok, nevezetes sugármenetek. Melyik mit jelent, azt majd az ábrákon, a magyarázó szövegeken lehet tanulmányozni, illetve a tanár kollégák tanácsait, kiegészítéseit kell majd mindenkinek megtanulnia, figyelembe vennie. Először a gyűjtőlencsékkel, a gyűjtőlencse tulajdonságaival és a lencsegyártással fogunk megismerkedni.